Sziasztok, Peti vagyok, és az AVA média csatornát nézitek. Ebben a videósorozatban a DaVinci Resolve-val ismerkedünk, mégpedig ma megmutatom nektek, hogy hogy működik az inspektor ablak, hogy tudtok méretezni, transformálni, tehát átforgatni például, és vágni egy adott képet, de akár videót is. A videóknál ugyanúgy működik, mint a képeknél. Jelen példában az Ava logót fogjuk elhelyezni a kép jobb alsó sarkában, mint mindig. Ehhez, hogyha még nem lenne bekapcsolva jobb fölül, az inspektor feliratra kell kattintani, és itt lehet a Transformnál balkattintás jobbra-balra húzogatással beállítani az adott képnek vagy videófájnak a méretét, és a pozíció X-el jobbra-balra lehet őket húzni, ugye jelenleg bal gombot tartom nyomva, a pozíció Y-nal pedig föl és le lehet mozgatni ezeket a képeket ugyanígy történik a vágás is a kroppal, balról lehet vágni a képet, illetve jobbról lehet vágni a képet, a többi logikusan föntről, lentről. Az oldalnak rengeteg egyéb beállítása van, de többségével nem fog, fogs foglalkozni, van még forgatás, vagy pontosan van még tükrözés, illetve van forgatás is, fölfele és lefele, valamint jobbra és balra. Lekicsinyítjük a logót, körülbelül ekkorára, helyére rakjuk vízszintesen, és helyére rakjuk függőlegesen. De ugyanúgy a videóinkat is át tudjuk méretezni, Látható ugye, hogy az intro videósáv az a háttérben lévő videósáv fölött van, tehát ha átméretezem, akkor a DaVinci videósáv van alatta, ezt is lehet mozgatni, le-föl, lehet forgatni, és a videóból ki lehet vágni az egyik Pétert. A javaslatom az, hogy ha van egy videóklipped, ami ugye több darabba föl lesz majd osztva a videóvágás során, akkor a transformációkat és vágásokat addig csináld meg, ameddig a videóklip még egyben van, mert hogyha földarabolod, akkor valamivel nehezebb lesz, hisz gyakorlatilag az összes beállítást minden egyes klippen egyenként kell majd elkészítened. Ha mennyiben egy olyan videósávot választasz ki, amihez még hozzá van csatolva a hangsáv, akkor az inspektorban elérhetővé válik az audio rész, ahol hangerőt és hangmagasságot és egyéb nyalámságokat lehet változtatni. Hangerőt egyéb iránt nem csak az inspektorban lehet változtatni, hanem a hangsávot, ha egy kicsit szélesebbre húzod, és látszik a hanghullám forma, akkor látni egy vékony szürke csíkot a zöld háttér előtt, azt megfogva, fölfele és lefele húzva változtatható az adott sáv klipjének hangereje. Ez nem változtatja a teljes sáv hangerejét, tehát az audio kettősávét, csak is kizárólag ezt az egy klippet fogja megváltoztatni. Ha egy videó végén a hangot szeretnétek elhalkítani, átmenetet képezni, akkor a hangsáv jobb felső sarkában látható egy fehér pont, amit jobbra-balra húzva lehet egy halkítást behúzni, ez egy görbét fog képezni, és innen ettől a ponttól erre az, ebbe az irányba el fog halkulni a hang. Ugyanez megcsinálható videósávnál is, hogyha szeretnénk, hogy el sötétedjen a videóklipünk, akkor ezt a fehér pontot elhúzva jobbra, egy átmenet, egy gradiens sötétedést lehet elérni. Ezt megmutatom úgy, hogy fekete háttér előtt van a videóklip, például itt megfogom ezt, elhúzom erre, és amikor a Playhead vagy kurzor eléri ezt a pontot, akkor el fog halványodni a videoklip. A visszavonással Ctrl Z-vel vigyázatok, mert a visszavonás akkor is működik, hogyha nincs éppen a visszavonandó beállítás épp a timeline-nak a zoomjába. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, amennyiben tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a kis harangikont, hogy értesítést kapjatok az újabb tartalmakról, de legtöbbet azzal tudtok számunkra segíteni, hogyha megosztjátok ezt a videót Facebookon, Twitteren, vagy ahol szeretnétek. Amennyiben nagyon tetszett a tartalom, és szeretnétek több, jobb minőségben elkészült videót látni tőlem, akkor Patreonon tudjátok anyagilag támogatni a csatornát, és ennek az akár havi 1 eurós támogatásnak minden egyes centjét vagy valamilyen technikai eszközre, vagy a szoftver háttérre fogjuk költeni, hisz ezek mind pénzbe kerülnek, és nagymértékben tudják növelni a videók minőségét. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!